Csak néhány kattintás és mindössze a személy azonossági igazolványra vagy az útlevélre van szükség ahhoz, hogy támogassuk Európa őshonos, nemzeti közösségeinek boldogulását. A Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezésű petíciójának célja, hogy egy uniós kerethez, vagyis többletforráshoz kerüljenek azon uniós tagállamok, ahol őshonos nemzeti kisebbségek élnek. Így például Székelyföld is. Ezzel az Európai Unió végre gyakorlatba ültetné az alapító szerződésében a nemzeti régiókkal szemben vállaltakat, mondta Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. A székek vagy a nagy tömbbe élő magyarok nagyobb önállósággal rendelkeznének, és természetesen ez uniós támogatással is járna, ez nagy segítség lenne számukra, úgyhogy mi a magunk részéről mindent megteszünk, mint megyei vezetés, hogy ezt támogassuk, és fel szeretnék hívni a megye lakosságát is, hogy minél többen csatlakozzanak, és minél többen írják alá, és támogassák ezt a kezdeményezést. Eddig az aláírások csupán 16%-a gyűlt össze. Május 7-ig 1 millió aláírása van szükség, hogy az Európai Bizottság foglalkozzon a kérdéssel.